Fiatal népi és modern táncosok, kosárlabdázók, óvodások adtak műsort a szekszárdi Remete kápolnánál. A gyerekek, csapatok, együttesek és civilek mindannyian az évfája verseny döntőjébe jutott berkenye miatt érkeztek a fölsővárosi kápolnához. A több mint 200 éves monstrum az Ökotárs Alapítvány pályázatán jutott a legnépszerűbb 9 jelölt közé. Ez a fajta a legkeményebbek közé tartozik, emiatt a régi időkben különös becsben tartották, főként nehéz erőátviteli alkatrészeket készítettek belőle. Ennek ellenére a nemes növény mostanra alig lelhető fel idehaza, pedig a gyümölcse kiváló ízű, a belőle készült pálinka pedig a legdrágábbak közé tartozott egykor. Számozott példányai vannak már csak az országban belőle. 2014-ben itt járt egy berkenyefa kutató, egy erdészmérnök, aki nem mellesleg a Balaton felvidéki nemzeti parknak volt az igazgatója. Ő ennek szentelte az életét a berkenyefáknak, és a lajstromába fölvette, és mondta, hogy nagyon vigyázzunk rá, mert különös érték. Ez a fa annak köszönheti a megmaradását és a létét, hogy egy egyházi területen van. A fa körülbelül 200 éves lehet. Annak köszönheti a létét, hogy ide senki nem akart se gyümölcsöst, se szőlőt telepíteni, és lehetősége sem volt rá. Ez a bucsusoknak lett valamikor ültetve. A Remete berkenyét Szollár Zoltán, a helyi fölsővárosi kör elnöke jelölte a versenyre. Ő civilben faipari szakember. Azt mondja, a berkenye nem csak a környékbeliek történetében játszott fontos szerepet, de ma is élő hagyományok központi helyszínén található. A fölsővárosiak ugyanis egyre több régi népszokást élesztenek újjá ezen a város részen. Bízok benne, hogy megmarad ez az összefogás, és hogy egy kicsit a fa is kapjon ebből a jobbból és pozitívumból. Az első helyzetnek egy fadoktori kezelés jár, úgyhogy hát ez se lenne mindegy, és egy picit meggyógyulna ez a fa is. Szekszárd alpolgármestere szerint a berkenye hosszú idő után ismét összehozta a város lakóit, ugyanúgy, mint néhány éve a bátaszéki Molyhos töltette ugyanezt azzal a településsel. Gyurkovics János azt mondja, rendkívül fontos, hogy minél többen szavazzanak az évfája.hu internetes oldalon a Tolna vármegyei büszkeségre. Bízunk benne, hogy ezzel a nagy összefogással sikereket fogunk elérni, és 2023-ban az évfája ez a berkenye lesz. Hát ehhez komoly kötődések vannak. A történelmi leírat alapján még Liszt Ferenc is látta ezt a fát 1865-ben, mert akkor már felcseperedett fa volt, és abban az évben a zeneszerző is részt vett a fősővárosi búcsún. A szekszárdi Remete berkenyére október 1-ig az évfája.hu oldalon lehet szavazni.